Ça va, c'est tant que je crois. Donc. Madame, qu'on lui papier. Et. Szeretnék egy új sorozatot indítani, mégpedig tutorial sorozatot a map építésről, és vannak fortéjairól. Tudom, hogy nagyon sokan csinálják, tudom azt is, hogy elég sok van fönt a neten, de magyarul nem igazán találtam olyan tutoriálokat, amikre én gondoltam. Tehát itt elsősorban a földekről csinálnék tutoriált. Utána csinálunk a Splane-ről. Tudjátok, ahol ahogy bekerakni a gyalogosokat, az autókat. Esetleg későbbiekben csinálunk egy olyan tutoriált is, ahol már objektumokat fogunk betenni, különböző kereskedelmi pontokat, ahol el lehet adni a takarmányt, a megtermelt árukat. Mit tudom én, majd mondjátok, hogy mi kell még, ami jó lenne nektek. Jó? Nos, hát először is akkor kezdjük a földekkel. Tehát a földeket úgy kell kiválasztani mindig, hogy meglegyen az a terület, ahova szeretnél földet tenni, úgy, mint itt nálam is látjátok. Ez így tökéletesen el van rendezve, csak annyi, hogy utána még kell. Tehát meg kell adnunk azt a földterületnek meg kell adnunk azt a területet, amit be fog vetni majd később a gép. Mert így, hogy meg vannak rajzolva, úgymond rajzolva a földek, így igazából nem nagyon tudunk vele mit kezdeni. Elsősorban nekünk szükségünk lesz itt az ablakot, ha lenyitjátok, ez a window. Scanglafra, arra szükségünk lesz mindenféleképpen. Az attribútra is az itt lesz, és szükségünk lesz még a user attribútra, mert ezek mind kellenek ahhoz, hogy tudjunk földet készíteni. Na most itt nem is tudom, szerintem, hogy ne legyen túl hosszú videó, akkor megnézzük. Először is, hogy melyik földet tudnánk megcsinálni gyorsan, mert ezeket én már megcsináltam, az az igazság, csak szeretnék, na mindegy, csináljuk akkor az elejétől. Először is mindegyik mapon van ilyen, hogy föld, fields. De hogyha erre rákattintunk, akkor az összes ikont ki fogja adni, hogy hol vannak azok a földek. Mindenhol. Oké. Nos. Következő, amit tudni kell még a földkészítésről, hogy az FS17-tel együtt a Giant Editorban megjött az a frissítés, ahol már nem nekünk kell kiszámolni a földnek a hektár értékét, hanem ezt megcsinálja már maga a gép, mármint a program. Csak nekünk azt be kell állítani. Most egy helyes föld területet, hogyha akarsz csinálni. Most egyelőre maradjunk a kockánál, mert azt a legegyszerűbb megcsinálni. Később majd csinálunk ilyet, hogy spleen-nel, hogy lehet extrém földeket csinálni, hogy lehet a
földeket, domborzat alá tenni, hogy lehet az NPC-ket változtatni rajta, stb. Stb. Tehát ezzel még lesz nagyon sok dolgunk, de majd meglátjuk, hogy működik-e. Ezt majd a visszajelzésekből úgy is látom, hogy érdemes folytatni, avagy sem. Vagy mindenki annyira ért már hozzá, hogy nem is kell ezt talán folytatni. Nos. Tehát az ablakból kinyitottunk mindent, ami nekünk is a mi számunkra szükséges. Úgyhogy kezdjük is először. Itt fönt a bal felső sarokban van egy olyan felirat, hogy script. Ezt, hogyha lenyitjuk, FS17 map, Truger Reader Field IRS. Erre rá kell kattintanunk, és ezután szépen kék vázonnal be fogja takarni nekünk az összes földünket. Most végig megyünk rajta szépen. Ami földek meg vannak csinálva, azokat szépen végig mindegyiket betakarta nekünk. Most itt a domborzat miatt nem látjátok azt, hogy rendesen letakarta volna, egyébként letakarta rendesen. Jó. Tehát eddig jártunk. Úgyhogy megcsináltuk ezeket. Oké. Na most, ide gyorsan lehajítok egy kis földet. Most a földet azt úgy tudjuk megcsinálni, hogy itt az foliage laser fület lenyitjuk, ahol ki van írva, hogy heat, tehát búza. Ezt lenyitjuk, és megyünk le teljesen, addig még a terrain data módot el nem érjük, arra rákattintunk, itt a kis fülekben, vagy a kis kockákban vannak azok a lehetőségek, amiket tudunk választani. Most én ebben igazából úgy nem nagyon mennék bele. Egy a lényeg, hogy a 7-es érték az mindig egy felszántott, elkészített földterületet jelent. Jó, most a 6-ossal lehet variálni, 5-össel is lehet variálni, hogy most az esetleg trágyás legyen, ne legyen trágyás, vagy szántani kelljen később. Ezt majd úgy is meg fogjátok tapasztalni. Jó, itt az a lényeg, hogyha földet készítünk, és nem akarunk szántással kezdeni, akkor a 7-es értéket kell bekapcsolni. És kész. Jó? Utána fogjuk ezt a kis terrain polish paint módot, ami a kis fa, és erre szépen rákattintunk. Most itt érdemes a kockát kiválasztani, ezt is megmutatom, jó? Akkor itt ezt a subcrate módot lenyitod, ez azt jelenti, hogy választhatsz rond, kör, vagy a script a kockami között. Jó, ez szerintem úgy érthető. Ha a kocka földet akarsz csinálni, egyértelműen a kockára kellene hagyatkozni, és azt csinálni. Jó, bal egérgomb lenyomásával már tudjuk is festeni a földet, ahogy szeretnénk. Most ezt nyilván lehetne egy kicsit közelebb is menni hozzá. És akkor meg tudjuk csinálni szépen, ahogy azt kell. Én a nagyon szép földet ide nem csinálok, ezt csak a tutorial véget csináltam. Oké. Okay.
most akkor csináljunk az ikonnak helyet. Azt pedig itt ezzel a kis piros karikával, a terreindétől textúra mód paintinggel fogjuk megcsinálni. Erre rákattintunk, és itt, ugye ez, erről beszéltünk, ez a kis piros karikának a füle, a textúra layer painting. Tehát ez azt jelenti magyarul, hogy a textúrát tudod átfesteni, amilyenre akarod, és ott, azt viszont itt ezt a rugdőrt, tehát kell kiválasztani, ami sima fűnélküli földet jelent. Erre rákattintunk, és ide szépen csinálunk egy kis föld. De ahonnan elvesszük a füvet, kész, itt lesz majd annak a szimbólumnak a helye, amit leteszünk. Most, hogy még érthetőbb legyen, azért takarjuk le földet. Így ezzel a kék lepellel, mert sokkal könnyebb megcsinálni új a földet, hogyha látjuk, hogy mit akarunk betakarni. Jó? És akkor nézzük. És most elérkeztünk oda, hogy a föld plusz élet. Kattintunk, és itt vannak szépen a földek. Most mindig az utolsó földet érdemes rákattint az utolsó földre, itt szépen beírja azokat a user attributes-ba, beírja azokat a dolgokat, amik vannak a földön. Ugye az utolsó föld az 1,67 hektár, ami meg itt van az ára. Akkor erről is beszélnék egy kicsit. Ez a kis rubrika itt, a Field Job User Allowed, ez azt jelenti, hogy legyen a földön úgy vetés, ami a játékban előfordul, hogy mit tudom én, mindig az NPC dönti el, hogy milyen földek legyenek, meg küldetés, stb. Stb. Tehát gyakorlatilag ez a küldetésnek a lényege, hogyha ezt kiveszed innét, akkor ezen a földön nem lesz küldetés. Hogyha berakjuk, akkor lesz rajta küldetés. Jó, kis pipát azt azért kell berakni. Rendben. Owned player. Ez itt azt jelenti, hogyha ki van pipálva ez a kis kocka, akkor ez a föld, ez a tiéd lesz. Akkor itt ezen nem fog teremni semmi, hiába van be nyomva ide fölülre az NPC-nek a pipája, nem fog teremni rajta semmi. Ebbe a földbe ezt neked kell bevetni, és ezzel fog indulni a játék. És a játékban ez lesz az első földed, vagy épp az ötödik, ahányat csináltál. Jó, rendben. Hogyha azt akarjuk, hogy másé legyen, akkor ezt a pipát innét ki kell venni, ezt üresen kell hagyni. Jó, rendben van. Na most erről egyelőre, user attribútról nem mondanék többet, majd később még erre is visszatérünk, mert itt tudunk majd nagyon sok más dolgot is megcsinálni. Na, rákattintunk a 37-es földre, mert annak az ikonját fogjuk tovább vinni. És itt egy az edit, most csak azért nem a billentyűzeten csinálom, hogy lássa mindenki, hogy hogy kell duplikázni, megduplázni a földet. Itt van a duplikét, ezt a Ctrl-D-vel tudjuk majd a billentyűzeten is csinálni. Erre csak simán rá kell kattintanunk, és voilà, megduplázta a földet.
ugye, amit megdupláztunk földet, most 2,37-es földünk van. Tehát azt itt az attribútban nálam jobb oldalon, ezt ide kiveszem, itt a jobb oldalon itt jelent meg. Ugye itt a 37-37, most itt a 7-est átírjuk 8-asra. Ez szerintem egyértelmű, és szerintem mindenki meg tudja csinálni. Ugye ki kell jelölni a 7-est, és utána rányomni a 8-asra, és akkor megkaptuk a 8-ast. Jó, oké. És amikor beírtuk, akkor nyomunk egy Entert. Nagyon fontos az Enter, mert csak akkor fogja ide beírni, és külön választani a kettőt. Látjátok, most itt már 38-as van. Oké? Rendben. Ide felrakom, hogy az biztos, hogy jól látható helyen legyen. Oké, most a 38-as földnek a plusz jelét kinyitjuk, és van itt ilyen, hogy Field by Trigger. Erre csak egy simán rákattintunk. Jó. És Ctrl B, mint Balázs, azzal ugye szépen letesszük az ikont. Most ezekről az ikonokról azt kell tudni. Én nem szeretem őket, én nem használom őket. Ezt majd később meg is fogjátok látni. A gépezet, gépeket mindig a kék felé fogja lerakni, tehát hogyha azt akarjuk, hogy háttal legyen a földünknek, akkor a kék nyílnak is háttal kell lenni a földnek. Erről ezt kell tudni. Tehát nyilván, hogyha oldalt akarjuk, akkor oldalra kell állni, hogyha szembe akarjuk a gépeket küldetésnél, akkor szembeállítjuk a földdel. Jó, hát ez mindenkinek a saját elképzelése és verziója legyen. Oké. Na. Most itt megvan. Ami fontos, ezzel így már nem is kell foglalkozunk, ez kész van. Ami fontos, az itt a Föld map indikátor. Tehát erre kell rákattintanunk, mert ez fogja megmutatni nekünk a Föld helyzetét. Most el is menjünk innen. És hoppá, látjátok, itt van a másik 37-es, tehát ennek. Rákattintok, és ennek a Földnek a területe. Jó. Ezt a Föld területet is nyugodtan átvihetjük ide. Ezt körülbelül nem kell túl pontosan, de nagyjából úgy a föld közepére érdemes rakni. Ctrl B, és ráhelyeztük. Oké? Okay. Eddig szerintem érthető és világos minden. Jó? Most a következő, ami nagyon fontos szintén, ez a földdimenzió. Ez lesz. Ez a földdimenzió ugyanúgy középre érdemes tenni, mert ez fogja adni az NPC-nek azt a területet, amit művelnie kell. Tehát az, ami be van terítve kékkel. Az fogja körülhatárolni, tehát addig fog csak az NPC dolgozni. Jó? Na, akkor ez is megvan, akkor ezt is betesszük így, na, durván középre, Ctrl B, és beleraktuk, és látjátok, át is hozta megduplázva a másik földterületünknek, tehát a 37-es földterületünknek a lepeljét, hogy úgy mondjam. Jó, itt most egyelőre más dolgunk nincsen. Most, hogy melyik oldalt választod,
teljesen minden, most jön ki a földmérés. Először is itt van a corner 1-es. Ugye itt látsz, hogy 1.1, 1.2, 1.3. Ezek a kockaföldekre vonatkoznak, ezeket lehet bővíteni is, van 2.1, 2.2, 2.3, vagy 3.1, 3.2, 3.3. Ez attól függ, majd a későbbiekben erről is lesz szó, amikor bonyolultabb földeket fogunk csinálni. Most egyelőre csak ez legyen itt, akkor maradjon az első. Jó, meglátjuk így nagyjából csak a föld szélét, Ctrl-G, balegérgombra kattintunk, és ott van. Ugye most átrakta máshova. De hát ezt a föld szél, ez a föld széle már megvan nekünk. Most így a kékkel ezt így lehet izgatni, mozgatni, amerre csak akarjuk, hogy az szépen rá legyen terítve a földünkre. Jó? Oké, hogyha ez így megvan, ezzel már más dolgunk nem lesz. Fogjuk a következőt, az 1.2-est, és hát nekem most azt a felét dobtak ide, megmutatom, hogy lehet rakni bárhova, rakjuk, mert a végeredmény ugyanaz lesz. Csak sorba kell menni. Jó. Most átpakoljuk ezt az oldalt ide. Megint megnézzük a nyillal, hogy körülbelül hova. Vagy kurzorral, hogy hova kellene raknunk a másik végét. Ctrl-B, balegérgomb. Plötty. Át is helyezte. Látjátok, kaptunk egy ilyen háromszöget. Akár már ezzel így lehetne földet is csinálni, de most egyelőre nem akarunk. Majd erről is beszélek később, egyelőre csak azt, ami fontos. És azért szerintem a legtöbb embernek szükséges. Jó, most akkor jöhet a harmadik. Na, fontos mindig előre kijelölni a következő lépést, mert csak úgy fog működni. Jó, picit hátrább jövök, hogy lássuk, és akkor megint csak Ctrl-B, balegérgomb, plötty, és már rá is helyezte. Eltakarta szépen, most itt ezen akár még tudunk egy kicsit változtatni, hogyha nem vagyunk megelégedve a teljesítménnyel. De szerintem ez most így a tutoriál kedvéért, ez így nagyon szépen fog működni. Jó. Akkor itt végül is megnézhetjük megint az elsőt, azt még kicsit kijebb húzzuk, hogy biztos, ami tuti. Kész. Jó. Nos. Akkor, hogyha készen vagyunk a földekkel, mindent, ez nagyon fontos, mindent be kell zárni. Teljesen mindent. Úgy, nem? És a föld ikont is be kell zárni teljesen. Megnyitjuk a földet, vagy rákattintunk csak a föld ikonra. Itt. Bezárva teljesen, és még egyszer megnézzük. Script, FS17, Map, Field Areas. Tehát ez az Areas, ez azt jelenti, hogy az összes földnek a dimenziója gyakorlatilag, hogy hol helyezkedik el. Jó, azért van ez a kék lepel. Ezt most is szépen el fogjuk tüntetni, mert ez már nekünk nem fog kelleni. Jó. Oké. A rohadt plane. Oké, most ki lehet nyitni a földeket. Amikor hektárt számol nekünk, az nagyon fontos szintén, hogy meg legyen nyitva. Ne legyen így bezárva, nyitva legyen.
Tehát, hogy lásd az összes földet. Most 38 földünk van eddig, hogy lássuk az összes földet. De itt megint csak a föld ikont kell kijelölnünk. És így, hogyha lát, mi akarjátok, az összes földet kijelölte szintén, mindegyik föld ki van jelölve, remek. Akkor ezt így is hagyjuk, és akkor még egyszer script, FS17, a, és a Sheffield Cheese, ami azt jelenti, hogy lementi a földet, és ugyanakkor ki számolja azt, hogy melyik, mekkora hektár lesz nekünk. Jó? Na most itt már nagyon szépen látszik is a konzolnál. Úgyhogy ha nem mondtam volna, akkor a konzolt, de be is zárom, és meglátjuk. Windows, és itt van legalul a konzol ikon. Jó? Ezt egy picit, bár ezt nem is húzom nagyobbra, jó lesz el így. Lehet látni itt szépen, hogy a 34-es az 0,9, a 35-ös 2,3, a 38-as pedig 0,246 lesz. Jó, de erről így meg is fogunk győződni. Itt van a 38-as föld, ezt itt a user attributes-ban megvan a name, föld 38. Ugye? Remek. Akkor field jobbosing allowance az szintén ki van pipálva, tehát lesz rajta munkás, különböző növények, ezt majd a játék fogja eldönteni, hogy mikor milyen növénnyel fogunk rajta találkozni. Jó. Hát, biplayert nem pipáljuk ki, mert azt szeretnénk, hogy ez a föld ön NPC dolgozzon, tehát NPC legyen a föld, jó? Oké. Okay. Akkor itt most tudunk egy olyat változtatni, hogy ezt a 46-ot. Hát én úgy szoktam, hogy ha 2 után 50 alatt maradok a 2-nél, 50 fölött viszont már mit tudom én, hogyha itt 56 lenne, akkor itt már 0,3 hektárra írnám át. De mivel hogy nincs annyi, mert csak maradjunk akkor a 0,2-nél. Oké. Na, tehát így meg vagyunk a 0,2-nél. És nézzük meg, látod, 1,67 a másik hek. 0,4 a másik. Ezt is levehetjük. És így tovább, most én nem megyek így végig. Gyakorlatilag sok értelme ennek nincsen, mert a játékban úgyis azt az állást fogjuk megkapni, ami lényeg, majd ezt megnézzük, hogyha visszatértünk a játékban. Tehát ez a földterületünk itt nekünk 0,2 hektáros lesz a játékban is. Jó? Oké. Hogyha megvagyunk mindennel, tehát megkaptuk ezt a 38-as földünket, ezt a 0,2-t, akkor megint csinálunk egy script, FS17, map, Sheffield Cheese. Tehát a középsőre, ez a Sheffield Cheese-re kell rákattintanunk, mert ez fogja elmenteni nekünk azt az állást, amit majd a játékban fogunk kapni. Jó? Elmentettük. Kész. Na. És akkor itt
Field definízió a Roth. Ez csak figyelmeztet arra, hogy a főnök nem mindegyiket állítottuk, nem mindegyiket állítottuk vissza alaphelyzetbe, de ez nem fogja befolyásolni a játékban méreteit a földnek. Oké, hogyha készen vagyunk, csinálhatunk ezzel is egy mentést. Itt van írva, hogy save i3d file. Tehát ezt lementi, de akárki is léphetünk, és itt igen, save. Tehát itt mindenféleképpen, hogyha igent kérdez, mindenféleképpen el kell menteni, hogyha változtattunk valamit a mapon. Hogyha nem változtattunk semmit, akkor mehet nem. De hogyha bármi apróságot változtattunk a mapon, és azt akarjuk, hogy ez meg is maradjon, akkor az igenre kell kattintani. Ezt majd szépen be is csukja a mapot, ahogy befejezte a töltést és a mentést. Rendben. Akkor így eddig megvagyunk. Oké. Na most akkor azt mondja, hogy hát nekem itt van ez a Covilant. Ezen a térképen, amit fel is raktam a csoportba, ezen a térképen csináltuk ezt a kis tutoriát. Most már bánom, mert így egy kicsit sokáig fog tartani, mire betölt, de nem baj, addig majd beszélünk másról. Jó. Na most itt van nekünk minden, amire nekünk szükségünk van, de főleg itt a map 01, ami el fogja nekünk menteni azokat a változásokat, amiket végzünk a térképen. Ez a map 01, ez a lelke a térképnek. Még talán, hát talán fontosabb is, mint a moddesk. Mert az a moddesk, ami a első oldalon található, tehát ez a moddesk. Ez gyakorlatilag csak a mechanikáját adja a játéknak, tehát hogy működjenek azok a dolgok, amiket egyébként úgy belepakolgattunk a mapba. Jó? Na most itt az első oldalt, nem a második oldalt, rögtön még egyszer megnyitom. Tehát itt van a mappád, amit készítesz térképet, kettőt kattintasz, és ezt a legelső oldalt, ezt kell becsomagolni. Jó? Ezt akár ki is tud jelölni. Hozzáadás az archívumhoz. Erre kell rá kattintani. Itt meg fogja kérdezni, hogy jó lesz a RAL, nem, nekünk csak a zip file lesz jó, mert csak a zippet tölti be és játssza le a Farming Simulator. Jó, és akkor ez még betölti kéz itt nekünk, addig szeretnék beszélni más dolgokról. A Balázsról beszéltem ma, és az engedélyével és egyetértésével szeretnénk csinálni nektek egy olyan tutoriál sorozatot, ahol a kezdetektől a végéig segítünk megcsinálni a mapokat. Persze jöhet mindenki kéréssel is, probléma megoldással is, hogyha tudunk, biztos, hogy szóval 100%-ig biztos vagyok abban, hogy nem tudunk mindenkinek megfelelően segíteni. Nem vagyok benne biztos, hogy minden problémát meg tudunk oldani, de én úgy gondolom, hogy azért vagyunk csoport, hogy segítsük egymást. Jó? Ahogy elnéztem az oldalakat, én úgy gondolom, hogy lesz erre kereslet, mert sok ember
szeretne napot építeni. Sok ember szeretné csak, ha nem is egy teljes új napot építeni, de majd erről is beszélek, csak egy mapot átalakítani, egy kereskedőt letenni abba a mapba, ami ő neki tetszik, vagy éppen kivenni belőle, vagy új növényeket szeretne, több növényt szeretne beletenni, vagy bármi ilyesmi. Tehát nyugodtan forduljatok bármilyen kérdéssel hozzánk, és ha tudunk, még egyszer hangsúlyozom, hogy ha tudunk, akkor fogunk segíteni. Jó? Nyugodtan, hogyha lesz olyan kérésetek, nyugodtan tegyétek föl, hogyha szeretnétek tutoriál videót, mit tudom én, másról is, akár jószágokról, vagy mit tudom én, bármiről, akár módolásról, vagy mapát rakásról, vagy bármi egyébről, akkor ezt nyugodtan tudassátok velünk, és meg fogjuk csinálni, hogyha meg tudjuk csinálni, persze, természetesen. Mert én sem vagyok rendszergazda, és én sem értek mindenhez, vagy hát mi sem értünk mindenhez. Ugyanúgy, mint hogy Balázs sem ért mindenhez, én sem értek mindenhez. Jó? Na és akkor itt közben nekünk szépen becsomagolt ezt a Covilent mappánkat. Ezt zip fájlban itt lehet is látni. WinRAR zip archívum 1,15 giga. Hát egy kicsit nagyra sikerült ez a pálya, de hát elég sok minden van benne. Úgyhogy meg ezt arra is építettem. Tehát akkor még nem gondoltam, bocsánat, akkor még nem gondoltam arra, hogy ezen fogok tutorial videót csinálni. Tehát a következőt azt már szerintem nem ezen. Ja, de még a sprint, ezt szerintem ezen kéne megcsinálnom, mert azt ki kell javítanom, a sprint. Azt észrevettem, hogy hibás. Tehát az emberkék átmennek a falon. Úgyhogy ezt majd azért kijavítom a következő részben szerintem. Jó. Most rákattintunk erre a zipfájlra. Jobb fül. Én úgy szoktam, hogy kivágás, hogy eltűnjen innét, ne kelljen utána szarakodni vele. Jó, dokumentumok, My Games, Farming Simulator 17, mods. Oké, most itt van nekünk ez a Covilent mappánk, ezt kirakjuk a kukába, mert nem akarom fölülírni, mert olyan fájlokat használok, amiket nem ír fölül, hanem mellé rakja, és akkor így a fájlok azok duzzasztják csak a igát. Jó, és itt megint akkor jobb fül, beillesztés, voilà, bent van, oké. És most már indítjuk a Farming Simulátort. És hogyha betölt, akkor meglátjuk, hogy mit csináltunk. Karrier, most bármelyik játékállásról, mindegy, hát most nézzük meg közepesen, jó, és itt is van nekünk a jó kis térképünk, na, és hadd tűti kézzel. A betöltés az már elég gyorsan fog menni. Remélem, be is tölt, és nem csesztünk el semmit, talán nem, indítás, oké. Na most akkor elmenünk és megnézzük, hogy minden működik-e, de reméljük, hogy működik. A kocsmának hagytam az autót, na mindegy, most már nem baj, majd legközelebb így legalább nem büntet meg a rendőr sem. Oké, hát még azért van mit csinálni ezen a térképen. Igaz, hogy fölraktam, mert igazából nincs időm arra, hogy a térképet is csináljam, teszteljem is, dolgozni is eljárjak.
meg az unokákkal is foglalkozzam, tehát egy kicsit időszűkében vagyok, hogy úgy mondjam. És itt már lehet is látni, hogy be is vezette nekünk az NPC. Jó, és akkor most kipróbálunk itt minden egyes funkciót, amit enged nekünk. Na. Ide értünk. Kész. Itt látjátok, egy picit el van színeződve a föld. Ez azért van, mert én nem szeretek használni semmilyen szimbólumot. Én inkább annak a híve vagyok, hogy legyen természetes. Mert ugye maximum egy kis táblácska van kint a valóságban is, hogy ez a föld eladó, de erről leginkább az újságokban vagy hallomásból jut a tudatunkra, hogy eladó egy föld. Én nem szeretem ezt. Én azért is kivettem innét. Hogyha valakit érdekel, akkor ezt majd elmondom, hogy hogy kell csinálni, de igazából szerintem így sokkal reálisabb. Jó? Ide jövünk, nyomunk egy R betűt, és voilà. Itt már kész is. Ugye, és itt van az, amiről beszéltem, hogy a térségünk 0,2 hektár. A névértéke 16.200. Jó? Tehát ennyi lenne az egész. És most elindíthatjuk az aratást. És itt van, amit mondtam, hogy a kék nyíl a háttal van a területnek. És így ezt szépen lehet, és igaz, hogy nem annyira reális, mert azért a kombány az letaposta volna itt a területet elég rendesen. Kinyitjuk a szerkentjét, és nekiállunk dolgozni. Jó, gyakorlatilag 5 percünk van arra, hogy megcsináljuk azt a területet. Vissza a csopacra, ahol apóra vágott szalma. Hát úgyhogy, na majd ezt is vissza kell akkor laknom. Most nem fogom learatni, ne ijedjetek meg, nem fogok learatni, ha bár, de learatom, mert hogy lássátok, hogy kifizet azért minket. De ezek az emberek nem olyan smucikok, szépen kifizetnek minket, ez nem egy nagy terület. Általában úgy szoktam megnézni azt, hogy működik-e minden a térképen. A földnél, valamelyik földnél elkezdtek dolgozni, segíteni az ottani gazdának, és utána ott hagyom a francba. Ez szerintem most is ezt csináljuk. Kilépünk, és bazd meg a földedet, elmegyünk. És látjátok, már ki is írja, hogy menjél vissza Szántóföldre, vagy elveszik a küldetés. De hát jó van, hadd veszem a küldetés, minket az nem zavar, visszadobott ide szépen. És akkor a gazda meg csinálhatja önmaga. Jó, most nézzünk meg talán másikat. Mit tudom én, mondjuk itt ezt a 13-ast. Megnézzük, mert itt valami más. Valami más van. Látjátok, itt a 13-as terület térség 3,8 hektár. Ez már 307.000 euróba kerül. Itt is ugyanúgy működik minden. Látjátok, tökéletesen működik minden. Kiszállunk, és itt hagyjuk, hogy csinálja önmaga. Már hisztizik is, hogy menjünk vissza. Jó, hogyha visszamentünk, akkor minden marad tovább. De
most nem akarunk aratni sem. Csinálja meg ő saját magának. Na. Úgyhogy hát gyakorlatilag ennyi lenne. Gyakorlatilag ennyi lenne az a földterület elkészítése és az NPC által való beindítása. Jó. Így tudunk vállalni munkát. De ezt minden egyes földnél meg tudjuk csinálni. Csak az a lényeg, hogy mindig, minden esetben legyen meg a földikon. Hogyha nincs meg ez a földikon mennyiség, vagy szeretnél több, hoppá, itt is egy kis gondoska van, jó, majd ezt is kijavítjuk. Hogyha szeretnél valami mást csinálni a térképen, vagy valami extrémebb földet, vagy bármi egyebet, arra is majd csinálok egy tutorial videót, csak meglátjuk, hogy ez mindenkinek teljesen világos volt-e. Én szerintem nem nehéz, ez abszolút nem nehéz. Majd írjátok le, jó, a csoportban írjátok le, hogy segített, vagy nem segített, vagy mit mondjak, vagy mit csináljak másként. Jó? Na. Akkor ki is lépünk innét. Nem mentjük el. Kilépünk. És szerintem ez a tutorial videó ennyi is. És köszönöm, hogy meghallgattatok. Remélem tudtam sokat segíteni. Legalább így az alapokat el tudjátok sajátítani. Hogyha még valamilyen kérdésetek van, azt is nyugodtan tegyétek